Most megy. Nem tudom, miért tapsolok. Ne kezdjél itt nyígni! Elnézést kérek. Mit kérsz? Mit kérsz? Elnézést. Ott van hátul a második polcon, a tejek mellett. Jó. Szavaztok, srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a gyászoló. Hát igen. Mert nem voltunk egy hónapja, és ugye mivel minden frisselőbe kell, nem kell, de van gyászrovat, meg fekete percek. Már tényleg olyan, mintha kéne be az, meg, mert úgy jönnek tak-tak-tak egymás után a zenész halálok. És nyilván most ez kétszer annyi minimum. De hát parancsolj. Kezdjem én. Kezdte. Kezdem Ekivel, a Korog gitárosával. Ugye a Korog már régóta nem volt aktív. És most jött ki egy közlemény a zenekartól, hogy 52 évesen egyelőre tisztázatlan okokból elhunyt Ágoston Péter, azaz Eki, a csapat gitárosa. Ugye a Korog a legendásan beteg zenét játszott, nekem mindig is túl sok volt egyébként zeneileg. De... nem tudom. 52 évesen. Ja. Ez meg. Túl hamar. Ja. Nem tudom. És akkor Trevor Snodra mit mondjunk? 41 évesen. 41, így van. Így van. Hát ugye a Black Dahlia Murdernek az énekeséről beszélünk. Akiről még arról sem tudtunk beszámolni, hogy ugye az OnlyFans-en mutogatja magát, és ahhoz képest meg milyen fordulatot vett a történet, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy el kell mondani azt, hogy nagy valószínűséggel önkezüleg vetett véget az életének. Igen. És nagyon érdekes, nem érdekes az, hanem inkább szomorú kettősség, hogy elmondták, hogy ő volt a mókamester, meg ő volt a minden a zenekarban, meg a szívalélek, meg nem tudom. És mellette meg alkoholizmus, depresszió, tényleg mindent föl lehetett vésni gyakorlatilag, ami csak a labilis idegállapotnak bármilyen fajta belejárója lehet. És hát nyilván a turnézó zenész lét nem a legjobb ezen betegség kurálására. Igen. Egyébként, ahogy most így jellemezted a Trevort, az kísértetiesen hasonlít Robin Williamshez. Igen. Ugye őtől származott ez a mondás, hogy a legszomorúbb emberek a legnagyobb nevettetők, mert igen, pontosan tudják, hogy milyen szomorúnak lenni. Igen. Gyönyörű gondolat egyébként. Igen, 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 abszolút. Nem tudni, hogy Trevor nélkül megy a tovább a Dália. Igen. Nem tudom. Hát csak ugye Eszbach gitáros van már az alapító tagságból. Bár ez egyébként nem szokott visszatartó erő lenni egy zenekarnál se, hogy adott esetben tovább menjen. Eredeti tagok nélkül, ha arról van szó. Igen, de hát ő is annyira ikonikus frontember volt így ebben a black metalos, metalcore-os, nem tudom milyen szintéren, hogy így... Hát az ilyen death metal szerintem, ja. Dália az ilyen... Ja, inkább, igen, ilyen death metal ja. Volt, ja. De aztán meg eszembe jutott ugye, hogy azért a Suicide Silence se tartotta vissza az, hogy egy ikonikus frontember hunyt el, tehát uh-huh. Hogy ők is azért... Hát ott azért kicsit több alapító. Ja. Legalább kettő. Ja. De jó, hát remélhetőleg a Dália nem... De onnan is nem... kiszállt egyébként a dobos. Tudom. Most így eszembe. Ja igen, hát majd... Szerintem azt nem gyűjtöttük ki. Ezt sem mondtuk még be, de akkor most intézzük el itt, hogy Tatikáról gondoskodni valószínűleg teljes állást kíván, úgyhogy Alex Lopes, mint olyan, igen. Nem tud többet az öngyilkos némaság rendelkezésére állni, és ha már itt felhoztuk az öngyilkos némaság zenekart, akkor nagyon reméljük, hogy a Dália nem esik az ő csapdájukba, és nem sikerül majd nekik porig alázni a saját nimbuszukat. Igen. Sok volt itt a hörgés az előtt. Egy tihi elég volt. Széthörögtem a torkot. Igen. BB hörgés kovereket fog csinálni majd. Ne! Mi volt a izé? Ne reklámozz be, csak fokozod majd a csalódottságukat. Különben is az nem én leszek, hanem valaki maszkban. Majd ja, valaki...
A maszkos manus. Nem, nem. Hát nem. Arc nélküli azt manus. Nem, igen, nem, nem. Nem. Nem leszek. Na, de térjünk vissza, mert hogy van még a fekete rovatnak igen. képviselője. Howie Pyro. A D-Generation és a Danzig volt basszus gitárosa, aki 61 éves volt, és május 4-én érte a halál. És hát Covid alapú tüdőgyulladás. Úgyhogy ott tartunk, egyébként van egy cimborám, ő Covidon esett át, és utána egy szívrohamot kapott. Túlélte, de 32 éves. Uh-huh. Tehát, hogy amikor becsattogott a saját lábán utána a kórházba, akkor így mondták neki, hogy az igen, az derék. Tehát, hogyha ez egy kicsit erősebb, vagy egy kicsit idősebb, vagy egy kicsit rosszabb fizikai állapotban van, akkor ott a vége. Ja, hogy a szívrohamot kapott, és a saját lábán ment a kórházba. Igen, után. Igen. Beszállt az autóba, elvezetett a kórházig, fölhívta a feleségét, hogy drágám, baj van, találkozunk a kórházban, majd leparkolt, befutott a kórházba, mert azt mondta, érezte, hogyha egy percen belül nem megy be, akkor vége van. És bement, és ellátták. És műtőbe vele egyből, és stb. Tehát, hogy eszméletlen dolgok vannak. That's what we call lélekjelenlő. Igen. Igen. Na, a kalappal egyébként. Ja. Ennek még nem lenne szabad megtörténni igazából. Jó, azért tegyük hozzá azt is, hogy Howie Pyro azért elég komoly egészségügyi gondokkal küzdött, tehát tavaly évvégén máj transzplantáción is átesett. Igen. Úgyhogy itt azért több dimenziós a történet, tehát ne hegyezzük ki arra, hogy Covid alakult ide egy gyulladásban. Jó, hát persze, de igen. Jó, hát mindig elmondták, hogy a Covid azokra veszélyes, akiknek van alapbetegségük. Igen. Van. És itt ezt is zárjuk is. Igen. Lépjünk tovább. Szerintem lépjünk tovább. Tudjátok, hogy én nagyon szeretem a Spinal Tap filmet. Majd te is megnézed hát, egyszer. Ja, de én egyszer nekem... megnézzük együtt itt. Jó, figyelj, de ezt mondjuk el egyébként, hogy meghívtak minket egy podcastbe, ahol zenei filmekről beszélgettünk, és ott volt téma a Spinal Tap, de az a podcast soha nem került ki. Voltak ennek több okai is, de az a lényeg, hogy ott került igazán szóba a Spinal Tap, úgyhogy nem biztos, hogy tudják, hogy te szereted, mert az nem került ki az adás. Az igaz, de beszéltünk már róla egyébként szerintem. Igen? De mindegy, figyelmes nézőink, akik régóta velünk vannak, tudják. És hát ennek kapcsán be kell számolnunk arról, hogy Rick Pernell, művész nevén Mick Shrimpton, aki az előbb fiktívként indult, majd később valóban életre kelt Spinal Tap zenekarnak volt a dobosa. A This is Spinal Tap című film az egy zseniális alkotás. Abban vannak ilyen gegek, mint a 11-esig föltekert erősítő, meg ilyenek, amin visítva lehet röhögni. De haláli jó az a film, imádom. De egyébként a Pernellnek ezzel együtt is komoly zenészi múltja volt, tehát őt a Journey és a Wild Snake is akarta a 70-es, 80-es években, vagy ennek fordulóján. Ez még a nagy sikerek előtt volt mindkét bandánál, de azért ez is mutatja, hogy nem nyeretlen két évesről beszélünk, így van. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de azt lehet tudni, hogy a zenészt 70 éves korában érte a halál, és hát neki is csak azt tudjuk mondani, mint mindenkinek ebben a listában, hogy legyen neki könnyű a föld. És hogy ha csak az idei eresztést nézzük, már nem semmi zenészeknél dobolhatod a föld. Á, igen. És még mindig nincs vége, ugyanis a The Locust zenekar soraiból ismert dobost, Gabe Serbiant 44 éves korában ragadta el a halál. Itt sem tudunk a tragédia okairól bővebbeket. Így van. De hát a Locustnak volt ugye a dobosa, de játszott a Cattle Decapitation-nel, a Dead Cross-szal. És a Merzbóval, na azt például nem vágom. Azt én sem. De multihangszeres volt
az ember, tehát, és lényesen frontemberként Sadbad Dead Cross-ba, tehát, hogy... Ja. Nagyon sok hangszeren kiismerte magát, dalszerzőként is ismert volt. És így se tudunk gyakorlatilag semmit a halálokáról, úgyhogy eléggé titkolóznak most így mindenhol, hogy jó nyilván, hogy senkinek nem könnyű ez, meg de hogyha valami konkrétumot tudunk majd bármiről, akkor nyilvánvalóan jövünk, aztán mondjuk. Ja. Nyugodjanak békében. Így van. Na! Akkor menjünk könnyedebb témákra, mert kezdett belenyomni a fotelba, bazd meg ez a súly. Igen. A fekete súly, mondjuk egy metal magazin esetében jó is lehetne, de nem ez ilyen. Ez egy jó név egyébként. A fekete súly. Már magazinnak. Ez egy tök jó név lenne egyébként. Ez olyan... Aki metal fanzint akar csinálni. Igen. Ingyen adtuk az ötletet. Akartam volna pont mondani, hogy a leendőben ja. 3%-ára tartok. Ugye, nagyon köszi basznak, hogy itt rontod az üzletemet. Akkor ő 3%, én ingyen adtam, na. Akkor az ő része is az enyém, úgyhogy 6-ot kérek. Na! De az mennyit kaphatott? Rammstein! Aki kiszivárogtatta azt a kamut, bazd meg. Igen! Rammstein zenekar jövő nyári turnéjáról, amiről aztán kiderült, hogy nincs. Az egyébként elég korrekt, nem? Hogy így az egész internet hogy rámászik, aztán mindenki, kiderül, hogy kamu. Mindenki. Úgy is fogalmazhatnék egyébként, hogy úgy volt, hogy jön Budapestről a Rammstein, de végül nem. De végül nem, igen. Szóval tényleg az, hogy bazd meg 2022-ben még ilyen szinten át lehet fenni a komplett izélt ilyen kacsával. Jó, mondjuk hát mostanság lett igazán. Tehát. Akartam mondani, hogy azért ezt most így a szomszédból eléggé tudjuk, hogy működik, de hogy még erre is rá kell húzni, az a durva. Igen. Na mindegy, szóval augusztus 10-e, 23. augusztus 10-re volt bejelentve egy Rammstein koncert, amire hirtelen mindenki megőrült, hogy úristen, akkor megyünk Rammsteinre, de nem. Tehát, hogy ezt itt el is vágtuk marra gyorsan, mert ne. Nem lett pedig olyan jó a szájt egyébként, majd erről később. Ja, igen, majd beszélünk róla. Nyilván mindenképpen, na, azt mondtad, hogy a hivatalos fanklub cáfolta meg a híreket egyébként, tehát ugye nem, helyzet nem. Komolyságát igen, ez is jelzi, igen, hogy igen. Nem az zenekar vagy a környezete, a hivatalos fanklub. Egyébként, hogyha igen. Most lekonfirmálják a konkrét turnét, az augusztus 10 lesz, én beszarnék. Igen. Én beszarnék. Az eléggé komoly lenne. Az nagyon kemény lenne. Tehát ez nem zárja ki, hogy jönni fognak, csak ja. Még hivatalosan nem lehet tudni semmit. Hát, hogyha tényleg az lenne a plakát, meg az lenne a menetrend, amit ott kiszivárogtattak, szerintem az a szivárogtató az elég nagyot dobna a reputációján, hogy így, hát akkor bocs, respekt. Hát ilyen Fabrizio Romano szinten lenne, mert ugye ő a foci átigazolások gurúja. Bármi van, az a mérvadó, amit ő mond. Nem tudom, hogy miért, meg hogy honnan került elő, pár éve még nem volt ekkora guru, de most mindenki, minden NSO hír így szól, hogy a transferügyekben jól értesült, vagy mérvadó, vagy mértékadó, mit tudom én, Fabrizio Romano szerint ez meg az. De mindenhol van egy ilyen, mert a játékhíreknél például a Jason Schreier a Bloombergtől, ő az, aki mindent tud, és azt is előbb. De nem tudom, hogy honnan szerzik ezek az embereket az információikat, de van. Hát ő az orákulum. Igen. De szerintem ez olyan, hogy így a fejlesztők elolvassák, hogy mit írt a Jason Schreier, és ez a kihoznak egy új Silent Hill játékot. Yeah. Te, kéne csinálni egy új Silent Hill-t. Ha már megírta, csináljuk meg, bazd meg, és így megír. Nagyon durva. Na mindegy. De Fritz, mikor a kamuszta a Jürgen a pesti bulit? Augustus 10, oké. Okay. Igen. Na jó, menjünk tovább. Menjünk tovább, mert van, ami már biztos, és számunkra, legalábbis egyikünk számára, találjátok ki, melyikünk az, roppant örömteli. Így van, mert hogy ugye... Hát is adjuk a szót az érintet. Volt másfél másodpercetek kitalálni. Igen, azon a remélem sokat beírtátok arról. Ugye június 7-én jön a My Chemical Romance a Budapest Parkba, és nagyon tervezünk elmenni. Valaki már kérdezte, igen, tervezek ott lenni, nem tudom, hogy sikerül-e. Ez mindig függ ugye a jegyektől, mindig függ ugye a munkabeosztásomtól, nagyon sok mindentől függ. Mindenképpen szeretnék elmenni, mert hogy ugye kijött a The Foundations... Bazd meg, nem bírom. Foundations of Decay. A faszom! Vagy itt csak még rajta? Nem. Hogy beütsem Google-ot. Nem,
az a durva, nem, ezt fejből is tudtam, csak kimondani képtelen vagyok rá, ezt engedjük el. Ezt szóval jött tudom. Egy új dal, ami ilyen majdnem... Jók voltak a betűt, csak rosszul rendeltek. Vagy 6 perc pluszos dal, és nem gyenge, aha, eléggé monumentális, és mikor az elején elkezdődik ilyen kis ilyen sejtelmes, felvezetős, egy-két hangos valamivel, mondom, hogy ebből mi lesz már megint, de aztán azért magukra találnak, és azért elég MCR-es lesz a végeredmény. Nagyon remélem, hogy lesz lemez, mert én azt mondom, hogy az MCR mindig is kurva tudatosan csináld lemezt, és abban nem nagyon lehet kiöregedni, és rohadt nagy tehetségek. Tehát ha már csak a Gerard Way-re gondolunk, persze. Vagy ugye a Tóróra a gitáron, hát szerintem kurva nagy tehetségek vannak abban a zenekarban, úgyhogy... A Gerard Way-vel már majdnem régi letó szint, nem? Azért. Ja. Vagy annyira azért nem, de, de azért mondta, hogy majdnem, tehát hogy azért a régi Gerard Leto az... Ja. A régi Jared Leto az sokkal karizmatikusabb volt, és nekem a hangja is kicsit jobban tetszik, mint a Gerard Way. Viszont ő meg, tehát ha csak a Black Parade-et nézzük, akkor olyan zsenialitásokat tud összehozni, amit meg a Leto nem biztos. Tehát, bár mondjuk, hogy a Leto is most azt mondta, hogy a következő lemez az oda fog baszni. Jó, figyelj, előbb hiszem el azt, hogy a Mikulást látták három tájföldi nővel kefélni, bassz meg, mint azt, hogy a Jared Leto from the Mars következő lemeze karcos lesz, bassz meg. Igen. Horzsol, nem? Meglátjuk. Horzsol, mint a Warburg, bassz meg. Az egyébként... Metal szakzsargon. Egyébként meg az MCR, ez egy gondolat. Igen. A minap néztem az egyik kedvenc YouTube videósomnak, Conflict Nerd nevű északír Palinak olyan akcentusa van, hogy rémes beszél. Igen. Tehát nem biztos, hogy jól értettem, de ha minden igaz, a múltkor arról beszélt, hogy mennyire szarul öregedett a Black Parade lemez, szemben egyes Trivium és Bullet dalokkal. Tehát így, hogy a Bulletet felhozta már én, itt már kicsit, hogy mondjam, nem tartom annyira mérvadónak a véleményét, de én nem hallgattam annyit a Black Parade-et soha, hogy hasonlóan mértékadó véleményem vagy az ügyben. Én erre meg azt tudom... Bocsánat, hasonló mértékadó se! Én erre azt tudom mondani, hogy ha bármikor, bármilyen mondat környezetben a Black Parade-et és bármelyik Bullet lemezt egy mondatba vesszük, nincs az a kontextus, hogy a Black Parade kerüljön lejjebb. Még a Poison-nál sem, pedig én azt szeretem azt a lemezt, de a Black Parade az egy elejétől a végéig annyira tudatosan felépített és zseniálisan megcsinált lemez, hogy a Bullet a kanyarba sincs, még fénykorában se. És ezt most itt zárjuk le. Mondom, nem biztos, hogy jól értettem. Jó, a rejelfördelmes akcentusa van a Palinak, hogy borzalom. Én egyébként, ha már ír youtuber, akkor a... De ez északír. Sokkal jobb. Az még rosszabb. Az még rosszabb. A Move Your Fucking Head című reakciós youtubert néztem régen elég sokat, és neki is olyan akcentusa volt, hogy van, amikor a bandának a nevét is azért tudtam, mert oda volt írva. Úgyhogy igen, van ilyen. Jó, amikor a Sikos Olivér megszól, amikor a BBC stúdióban előadják a Shadow Moses-t. Júj! És a videó elején Hi, I'm from the Horizon. Ja, igen. Keszi, miről beszélsz? Ott a beszédnél sokkal súlyosabb dolgok is vannak abban a videóban. Igen. De ezt most engedjük el. Például a Maliának a feje, mikor meghallja a Zolinak. Anyád! Igen. Anyád! Pufog feje a Maliának, egyen meg az tanulomány állatot. Meg a Nikolsznak hát, hogy... Igen! Hogy ez a... De hogy... Miért írtam én erre alá már megint? Ja! Meg a Jordan Fish! Én ezt nem így írtam, de vagy van, hogy énekled? Nem így kell, Oli! Igen, stúdióban jobb volt. Ja. Na! Zuhanjunk szóval, tovább! Ja, igen. A Life of Agonyt is bemondtuk? Azt még nem mondtuk be, azt nem mondtuk be, úgyhogy bemondjuk, hogy augusztus 9-én az Aquában lép fel a Life of Agony. Az eredeti tervek szerint a Static X-szel nyomtak volna egy co-headliner turnét. De ez már évek óta tolódik egyrészt. Hát tavaly nyár óta mindenképpen.
De most a Static X kiugrott az egész turnéból, noha már idénre volt posztpanadolt dátum. Azonban Caputoék gondoltak egy merészet, és megkérdezték a idén vagy jövőre 50 éve létező Pionírt, vagy mi az, a Pentagramot, a Doom Pionír Pentagramot, hogy volna-e kedvük elkísérni őket a Europe turnén. Azt volna. Azt mondták, hogy volna. Úgyhogy aki ki szeretne pipálni egy olyan zenekart a listájáról, akiket nem biztos, hogy meg tud nézni még egyszer, az most. Az most még amíg. Én addig sem voltam nagyon Life of Fagan is, amíg Mina Caputót Keith Caputónak hívták, és például Within Temptation dalokban vendégeskedett, amióta meg Mina Caputónak hívják, azóta meg végképp nem érzem úgy, hogy nekem szólnának, de ezt nyilvánvalóan nem azért mondom, hogy bárkit is visszatartson attól, hogy tiszteletét tegye az Aquában augusztus 9-én, amennyiben akar ilyesmit látni. Így van. Hogy Life of Agony meg Pentagram. Ha mennék, én főleg a Pentagram miatt mennék. Ha nyilván. Az mondjuk azért, tehát nagyjából legszabad kortársak egyébként. Mm? Úgyhogy, hát 50 év az hát az. Igen. Az 50 év. Az 72, az. Tehát, akár van az. Csak ez hát az Lord. Csak ez még Doom. Még Doom-abb Doom. Lord. 72. Lord. Lord. Az melyik várjál, Lorda, izé? Nem ismered a szerelmet, én még tudom mi az. Hogy ez nem az? Nem, ez csak azért tudom mi ez, a Pesten volt. Júja, az Sünnmadár! Sünnmadár volt az! Nem, volt a nem! De most a 70 éves Paul Micsinek már majdnem olyan hangja van, de a fénykorában lévő Paul Micsinek azért olyan hangja volt, hogy na. Tehát azt azért megvédem. Igen, elnézést, rossz poén volt részemben. Sajnálom. Nem, a rossz poén az a Sünnmadár című zenekar. Az kurva rossz poén, gyerekek, tényleg. Hát... Hálát adok, hogy volt ott előttünk egy Podkovac már. Igen, aki elmondta. Leigasztottak ketéket. Igen, nem voltatok ott, sajnálhatjátok egyébként. Úgyhogy gyertek el a legutolsó. Igen, mindenképpen. 20-án most lesz majd a legutolsó. Én mondom, hogy mindenképp gyertek el, mert olyat láttok, hogy oda szartok. Ha ilyet tennétek, akkor a Hekitől ezúton elnézünk. Igen, nem biztattunk, csak mondtuk. De lesz olyan fellépő, akitől én valószínűleg magam alá fogom tenni. Ja, igen. Csokoládés. Igen, tudom, úgy, hogy miről beszélsz. Tudom, hát még jól reméltem, hogy legalább te tudod. Persze. Úgyhogy aki akar tényleg ultra extra kuriózumot látni, az jön. Amit máshol nem. November 14-én lesz egy olyan happening, hogy Alter Bridge, meg Hellstorm, meg Mammut WWH. Én azt sose tudtam, hogy az mi az, úgyhogy én azt ott az el is engedtem. Az a Wolfgang Van Halen film. Tudom, én értem. Ja, hogy a... hogy sose hallgattam azt a formációt, úgyhogy én azt marhára elengedtem. Akkor itt hadd kössem rá, én belehallgattam. És? Jó dalokat ír a srác. Mondjuk kibaszott, ilyen névvel. Kibaszott, igen, tehát jutott azért valami a... igen. Alma fája eset, az fönnáll. Igen. Pokoli tehetséges a gyerek. Igen. Jó dalokat ír, Amerikában kurvára fog menni, mert ez tipik amerikai rock, mint amit az apja is játszott, csak ez modernebb köntösben. Hát, kell is neki. Igen, tehát az Alter Bridge elég kurvára illik. Ellenben... Még ez Stained elé illene még jobban talán, de az az én véleményem. Ellenben az Alter Bridge-et, meg a Hellstormot főleg kurvára megnézném. Igen. Nyilvánvalóan ugye a Hellstormnak az új lemezéről fogunk beszélni. Mindenképpen. Az Alter Bridge meg ugye lejárt a 3 év, úgyhogy ők ugye az Atomóra, úgyhogy szerintem idén fog jönni. Igen, a Vok az égen című lemezt nevezzük Vok the Sky. Igen. Az már egy ideje elmúlt. Ez 19 vége volt szerintem, úgyhogy igen, ez igen, is szerintem így... vége felé volt, igen. Le. Mert hogy, tehát, hogy most jönnek megint egy turnéval szerintem, azért, mert... Lehet, hogy lesz a 4 év. Vagy azt mondod? Nem, azt mondom, hogy szerintem még előtte azt mondod, addigra kihozza... Én erre tippelek. Érdekes megközelítés.
tippelek. Esély van rá, figyelj, hát... Figyelj, amilyen mennyiségben a Tremonti meg a... Ki az énekes? Miles Kennedy. Miles Kennedy fossa magából a dalokat, én simán elhiszem, hogy lesz egy lemez. Hát figyelj, simán. Igazából megkérdezhetnénk a Tremontit, hogyha egyszer... Hoppá, szökik az egész. Igen, tehát hogyha egyszer lenne alkalmunk beszélni Mark Tremontival, én biztos, hogy megkérdezném, hogy hogy a faszba? Mi bű? Hogy vagy, honnan jön ez a sok minden? És hogy mi alapján döntöd el, hogy... Melyik hova? Igen. Sőt, most állítólag lesz neki még egy zenei projektje. Mert az kell. De erről csak futólag olvastam, hülyeséget nem akarok mondani. Ha megint belefutok a cikkbe, akkor kiírom majd valahova ide apró betűkkel. Ha meg nem, akkor meg... Nem. Akkor meg mondjátok. Mert valaki igen. Úgy is tudja. Igen. Na. Na. Szóval a lényeg az, hogy... hogy ez egy baszó hármas csomag lesz. Eléggé. Már attól függ, hogy milyen lesz az idei Hellstorm lemez. Hát figyelj, én azt hiszem, mert két dalt hallottam róla, nem lesz azzal gond. Akkor? Tehát a Hellstorm-mal azért sose volt nagy gond. Igen, ez egy olyan torokkal, mint a Lizzie Hale, ezért nagyon nagyot nem lehet. Mindig eszembe jut egyébként az Operaház fantomja belőle, hogy énekelj! Énekelj! És kész, meg vagyunk! Tehát, hogy... Nekem szerintem a Lizzie Hale-ről életem végig... Terike. Nekem a Lizzie Hale-ről szerintem életem végig a Love Bites klip fog eszembe jutni, amikor akkorára nyitja a száját, hogy lelátok a vesélyéig, bazd meg! Látod, milyen bugyia van. Körülbelül igen. És ha már itt vagyunk, akkor menjél kicsit följebb, légy oly kedves. Ja igen, hogy kanadai őslakosokról van szó megint, akik már bekötötték hozzájuk a villanyt. Jaj, de gyönyörű. Na szóval az a villany van az igluba, gec! Szóval az a lényeg, hogy nem jutottunk el sajnos az idei Electric Cowboy, nevezzük Eskimo, született Eskimo Cowboy. Nevezzük el Eskimo. Koncertre, viszont... Mi renegáltak vagyunk. Igen. Viszont azzal a lendülettel be is jelentették a jövő évi koncertet, április 15, ha jól emlékszem. Igen. 2023. április 15, és addigra ugye már kint lesz a Techno című nagy lemez, ami szeptember 9-én érkezik, és ilyen messiásként várom egyrészt. És az a most tavasz jelemez bemutató turnéja. És tudod még mi jön már szeptember 9-én, ha jól emlékszem, az új Tallak lemez. Sőt, nem akarok hülyeséget mondani, de még valami kurva erős is jön aznap. Tehát az egy olyan nap lesz így a kemény zenét szeretők körében, hogy ihaj csuhaj rókaprém. Na, a Tallakra nagyon kíváncsi leszek. Hát már két dal kim van róla. Én tisztában vagyok vele, az alapján főleg. Nagyon-nagyon jól. Megint valami iszonyat elborult koncepció lesz az egész mögött, bazd meg. Az nem baj. Az a csávó, az egy olyan állat, hogy ez... A bonic. De, igen, egy olyan állatfaj, hogy így nagyon kevés van belőle. De milyen kis cuncika neki a billentyűsük. Azt nem figyeltem még. Egy cunci madár. Cunci madár. Nem figyeltem még, de majd meg... Megcuncizom majd. Megatja. Mikatja? Ja. Szóval megint lesz Electric Cowboy, lehet menni töpözni. Kajból? Kajból. Azt mondtad. Electric Cowboy. Kajból? Az valami török étel a kajból. Igen, Electric Cowboy. Gyönyörű szép. You pretty and I like ya. Move your body girl all night long. Töp 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 töröp töp töp töröp. Töp. Törörörörp, töp-törörörörp. Ha! Menjünk tovább. Billy Idol! Menjünk tovább Billy Idolra. Az American Idol. Új, Billy Idol. Nagyon rossz, igen. Három hónapot, majdnem kereken három hónapot, négy nap hiány csúszik a Budapest Parkos koncertje Billy Idolnak, mert a masszív bakteriális légúti fertőzés támadta meg, amit orvosi beavatkozásokkal és erőteljes antibiotikum... Na, végre te is! Végre te is! Antibiotikumos kúrákkal igyekeztek enyhíteni. Ez volt az oka annak, hogy Billynek ki kellett ugrani a Journey-vel közös amerikai turnéból, ami az év elején lett volna esedékes.
és azt mondja, hogy orvosi utasítása augusztusig nem turnézhet, ezért át kell írni a terveiket, de mindenki nyugodjon meg, köszönni a megértéseket, támogatásokat, és leszögezi, hogy erre a koncertre érdemes lesz várni. Ennyi. A korábban megváltott jegyek természetesen érvényesek lesznek az új dátumra, erre mondjuk kíváncsi lennék. Igen, egészen érdekes koncert. Meghívják vajon a Depit, hogy a Sum 41 helyet kísérjék a Never Know-tól közben? Biztos. Biztos. Apropó időpontváltozás, be akartam mondani, csak nem írtuk fel. Black Veil Brides június 2-ről június 1-re módosult a Budapest Parkos koncert, ugyanis logisztikai szempontból újra kellett konfirmálni a bulikat a Black Veil Brides-nak, és így egy napot előrébb csúszott, úgyhogy június 1 Budapest Park, Black Veil Brides. Ez csak itt zárójelben. Jó. Előrébb csúszott. Okay. Előrébb, igen. Én meg most jövök rá, hogy az a fasz Iggy Pop volt, nem Billy Idol, de mindegy. Ja, izé, Sum 41-os? Tényleg! Azért van, egész eddig izé, basszak! Tényleg! Keverem, bassz meg a Billy Idol. Igen. De a Billy Idol is elnyomhatják el. Biztos. Mondjuk ő elég punk hozzá, úgyhogy... De a Billy Idol... Kurva jó! Na! Night Flight Orchestra Budapest. Az nem lesz, aki a Night Flight Orchestrára akarna menni, az ne menjen, még előre szólunk, június 10-én lett volna a buli. 2020 tavaszáról tolják már, posztponedolgatják jó ideje, igen. Közben kijött egy új lemez is, Aeromantic 2 címmel, de rajtuk kívül álló, egyelőre azonban ismeretlen okokból az egész turnét törölték. Majd ha lesznek új dátumok, nyilván szólunk, de különben is, még nem lehet tudni. Különben is nem fizet nekünk a Budapest Park egy petákot se, de júniusban inkább menjetek a Budapest Parkba. Tehát ott annyi jó koncert lesz így, konkrétan majdnem minden nap, hogy így megőrülsz, megvadulsz, behugyozol. Tehát, hogy így én szerintem remélhetőleg elég sokan ott leszek, de majd ez nyilván kiderül, ugye. Durán, Durán! Van a földbe, urán! Beiktatták a Rock and Roll Hall of Shame-be az idei jelöltek közül Eminemet. Igen. Imádjuk, szeretjük. Dolly Partont. Csak nem Rock and Roll. Jó, hát most ez... Jó! Figyelj! Zenei Hall of Fame, akkor nem lehet, hogy miért nem így hívják, de legyen. Meg azért Eminem eléggé nagy rock'n'roll arc, tehát, hogy így... Mondjuk le, jó legyen. Na. Legyen. Még a felsoroltak közül még ő a leginkább. Dolly Parton, aki ugye visszautasította, majd elfogadta. Igen? Azért nem baj, ha van egy ilyen az embernek így a pócon. Ja, te Dolly, olyan még nincs. Ja, akkor megyek! Ja. Mégiscsak! A Durán, Durán! Ezt soha nem fogom megunni, tehát ez a Tibi bácsi repül a pöttyös labdának a év és évtizedes beszólása, hogy a Durán, Durán! Na, aztán Lionel Richie. Itt ugye az összes háziasszony szíve görcsbe fordult, és szeme könyvbe lábat mert Lionel Richie. Igen. Pat Benatar, még mindig nem tudom ő kicsoda. Az Eurythmics, ha már Electronics van, akkor Eurythmics van. Euronics. És Carly Simon, akit meg megint nem tudom, hogy kicsoda. Hát igen. És hát, ami minket érdekel ebből az egészből, hogy az úgynevezett zsűri, úgynevezett kiválósági díjjal díjazta a Judas Priestet. Igen. Akik ugye jelöltek voltak be, nem kerültek, de hogy ne sírjanak nagyon, ezért kaptak egy ilyet. Én ezt így tudom kb. Elképzelni egyébként. Mert hogy még a közönség igen. Szavazáson is lecsúsztak a hát elsődből. Tehát, igen, hogy jó van srácok, tudjuk, kéne majd legközelebb tessék. Fogd be a szád, azt üljél le. Tehát... igen. Ilyen díjat korábban egyébként Randy Rhoads kapott is. Például többek között, igen. Viszont ez azt jelenti, hogy semmilyen formában nem kerül be idén a csarnokba
a Rage Against the Machine, a New York Dolls és az MC5. Igen, és azért ez, na. És az is vitát vált ki, hogy kik részesülnek konkrétan az elismerésben, tehát hogy a zenekar jelenkori és volt tagjai közül kik kerülnek beiktatásra a dicsőség csarnokba. Most a jelenlegi felállásból Halford Tipton, aki már nem turnézik egy ideje, mert súlyos beteg ugyebár, méghozzá Parkinson kóros. Igen. Ian Hill basszer és Scott Travis dobos, ami azt jelenti, hogy az a Richie Faulkner nem kerül beiktatásra, aki 2010 óta tolja a csapat szekerét lényegében, miközben igen, hullanak ki mellőle a gitárosok. és akivel fölmerült, hogy egyedül fog gitározni egy ikergitáros zenéjéről ismert csapat turnéján. Na most ez az ember nem kerül beiktatásra, ami érdekes. A korábbi zenészek közül Ken Downing, amivel semmi gond nincsen, mert ugye a Tipton Downing gitárduó az legalább annyira legendás, mint a Murray Smith, a Hetfield Hammett, vagy mit mondjak még, milyen igen, párosok. És két volt dobos, Les Binks és a 2018-ban elhunyt Dave Halland is beiktatásra kerül. Azt hiszem Dave Halland volt az egyébként, akinek volt valami szexuális erőszakos botránya. Egyik tanítványával. Nem tudom most pontosan baszki, hogy Les Binks volt, vagy Dave Halland, de én Dave Hallandra emlékszem. Tudjátok, írjátok meg. De mindenképp én kiírom ide, mert ja, ennek mindenképp utána nézek, mert ne maradjon ilyen súlyos hiányosság egyébként a történet. Tipton egyébként nem zártak, hogy ott lesz a gálán, már hogyha lesz éppen ilyen állapotban, mert turnézástól pár éve visszavarult. Aki meg akarja nézni őket legközelebb július 11-én Paplaci Dead Daisies vendégeskedése mellett jönnek. Így van. Ajánljuk. Uh-huh. Azért ezt mindig ajánljuk, na, mert igen, ez olyan. Igen. A Rock and Roll Hall of Shame szervezői meg azért valamennyire most innen lentről egy... Ennyi. Picit, nagyon picit. Nagyon picit. Én így mutattam volna, de... Ha így is akkor, ne egyetlen. Jó. De nálam eddig tart a skála, tehát így. Ja? Ja, jó. Nem eddig. Jó legyen. Ismét lesz Bakken Metal Vatle. Mit reméltem, hogy így fogod kimondani? Teljesen egyértelmű, ez már szállóigen állunk. És magyar forduló is lesz. Így van. Reméljük sokan jelentkeztetek, mert ma éjfélig, már hogyha ez hétfőn jön ki. Ja, igen. Ha kedden, akkor most elmúlt éjfélig. Lehetek de hogyha kedden, hogyha hétfőn jön ki, akkor még van pár órátok, mert március 16 hétfő éjfél a jelentkezés. Így van. Vagy már hogy éjfél? Tehát, hogy hétfő 0 óra, vagy? Én nem tudom. Szerintem igen, 16 hétfő éjfél. Akkor, ja, akkor viszont, ha hétfő jön ki, akkor is buktátok, aki akart volna, mindegy. Mi nem? Hát hétfő éjfél. Érted? Ki jön hétfő 0 óra? Nem, 24 óra. Igen, az az éjfél. Az az melyik éjfél? Az éjfél? Az az éjfél, a vége. A napnak a vége. A vége. Úgyhogy még lehet, hogy van pár órátok, ha tegnap volt, akkor lehet, már nincs. Az a lényeg, hogy 2019 óta nem volt ugye Wacken Open Air Fesztivál, és most azt is megrendezik, szám szerint a 31-et, és hát ugye aki megnyeri a budapesti fordulót, az kijuthat a Wackenre egy fesztivál fellépés erejéig, alá ott volt ugye a Nova egyszer, alá ott volt ugye az Archaik. Archaik is. A Redswamp, így Divided van. Divided. A Redswampéknek talán még kitart a pécsi sör. Vagy lehet, ja, lehet, hogy már nem, de emlékszem, mikor cipelték. Igen, 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 igen. Pécsi sör tényleg beküld. És a Völgyesi zsűrizik, úgyhogy kössétek fel a gatyátokat. Jesus goddamn! Jesus. Jesus. Jesus.
Szar szópoinokra mindenki készül. Igen. Ne is figyeljetek oda rá. Mi is próbáljuk ignorálni, de nem sikerül. Sajnos valaki mindig ott adja neki a mikrofont. Nem hát, kéne. Nem, mindegy. Nem. Az a lényeg, hogy sok jó banda lesz, reméljük megint, és nyilván be fogunk számolni a fejleményekről. Én még azt se tartom kizártnak, ha ott nem leszünk. Így van. Nem tartod kizártnak, hogy ott nem leszünk? Fejemből szálljál kifelé, légy szíves. Szálljak? Sasmadár? Sas. Az vagyok. Mert a sas az száll ide, száll oda. Igen. De a száll oda az nem sas ide, sas oda. Jó, elmondom megint akkor a hidrás viccemet. Ne! De mi a különbség a hidra, a kobra meg a vidra között? Hát a vidra meg a kobra föl tud menni a hidra, de a hidra nem tud fölmenni a vidra meg a kobra. Igen. Bezony. Igen. A gitárt el lehet dobni, de a dobot nem lehet elgitárni. Na, lépjünk tovább. Csak egy kis zenész vonatkozás is legyen a dologba. Egészen biztos, hogy magyar rekord, de lehet, hogy világrekord is. Ez majd akkor derül ki, hogyha bejegyeztek a Guinness rekordok könyvébe. Igen. Az a tény, hogy a Karthágó zenekar tagjai, azaz Szigeti Ferenc, Takács Tamás, Gidófalvi Attila, Kis Zoltán és Kocsándi Miklós 1979 óta változatlan felállásban szerepelnek. Nem sokára erről egy díszoklevelet is ki fog állítani a Magyar Rekordok Egyesülete. Gratulálunk neki. Gratulálunk, abszolút. Azért ez tényleg egy olyan... Ez jól számolom, hogy ez 43 év. Nagyon jól számolod, nagyon örülök, igen. Örülök neki, ez a 3-as matek érettség, 6 pont hiány 4-es matek érettség. Nem múlt el nyomtalanul, nagyon örülök. Gratulálunk a csapatnak. Így van. Szurkolunk azért, hogy a Guinness rekordok könyve is elismerje, és világrekordnak minősítsék. Így van. Az mondjuk... Eléggé király lenne. Az még király lenne, mint a magyar rekord. Így van. Ja. De menjünk vissza a másik oldalra, Milyen másik oldalra? Oda. Ja, jó, oké, de nem oldal, ezt csak váltottam. Mert hogy ugye az van, hogy a Linkin Parknál időről időre ilyen jól értesült benfentesek elkezdenek pletykálni, hogy na most akkor lesz új lemez, meg lesz turné, meg mit tudom én micsoda, és Mike Shinoda egy Twitch streamben kifejtette, hogy bullshit az egész, mert hogy ez nem igaz. Egyáltalán nem gondolkodnak még abban, hogy bármit is kezdenének a Linkin Parkkal. Sajnos. Nem. Bár... Nem, így helyes. Így helyes. Így helyes. Megmondom őszintén, hogy egyik részről sajnos, mert én szerettem azt a 3 órás giga koncertet ott a Hollywood Bowl-ban, amit csináltak a Chester tribütként. Másik oldalról viszont ott egyetlen olyan énekes volt kb., aki így el tudta énekelni a saját dalát. A Bushman. A Derek Whibley. Nem a Bushman? Nem a Bushman. Vagy ő nem volt? A Bushman az a Suicide Silence tributestem volt. A Mitch Lakeres. Összekevertem, igen. Itt a Derek Whibley volt az, aki azt mondom, hogy helytált. Mm. Mindenki más próbálkozott dicsőség, vagy mi az, becsülettel, de a dicsőség az elmaradt. Úgyhogy... Ezért mondom, hogy nincs értelme. Úgyhogy igen, én is végső soron azt mondom, hogy nincs értelme. Igen, lehet, hogy el kell engedni ezt a Linkin Park dolgot. Hát figyelj, én is elhiszem, hogy jó lenne, meg sokan szeretnék hallani még azokat a dalokat, de azért, hogy úgyse az lenne, hogy örülnek az emberek, hogy végre újra átélhetik ezeket a dalokat, hanem az lenne, hogy bárki kerül oda, úgyis a Chesterre vetni össze mindenki, persze, és abban az összevetésben nem jöhet ki senki. Senki, így van. Megint, ahelyett, hogy örülnénk annak, hogy halljuk azokat a dalokat, átmenne az egész újabb sebb feltépésbe. Hogy a Chester nem
Igen. Nincsen. És pont ezért, egy az, hogy nekünk, kettő meg a srácoknak. Tehát aha, szerintem a Sinodáéknak pont elég volt az egy este. Igen. A Chester nélkül színpadra állni. Tehát én full megértem emberileg és zeneileg is azt, hogy, hogy eszük ágába sincs ilyesmi, és azt mondom, hogy ez tényleg így van jól. Így van, és azt meg szerencsére nem is gondolkodnak olyanon, mint a, Grey Days, meg a Static X, hogy hát így... De tehát az, hogy a Grey Days már a második posthumus Chester lemezt adja ki 20-25 év kuss után, az gyomorforgató, ne haragudjatok. Ja. Szerintem arra nem is fogunk beszélni. Nem, bár a Saturation dal, ahogy kijött, én oda meg vissza basztam magam tőle a fotelben, de nem fogunk róla beszélni. Csöndbe elhallgatjuk, nekem az a dal valószínűleg listás lesz évvégén. Nem a Grey Days-es arcok miatt, hanem a Chester miatt. Persze. Már azzal, ahogy azzal az üvöltéssel bejön, már ott nem lehet nem imádni azt a dalt, ha egy picit is vonzott valaha a Chesternek az ének megoldása, meg stílusa. Az gyomorforgató, amit ők csinálnak, de hát ők pici banda voltak mindig is. A Chester életében sosem ért volna rá a Linkin Park mellett, hogy velük foglalkozzon. Persze. Most valószínűleg halálában úgy érzik, hogy eljött az ő idejük. Lehet azon polemizálni, hogy mennyire etikus ez a megoldás. Én azt gondolom, hogy ez a világ már rég nem az etikáról szól. Mm. Yeah. Mert az etika, és most akkor huszáros vágással áttérek az utolsó témánkra, az etika azt kívánná, én azt gondolom, hogy ha van egy zenei vetélkedő, akkor a zenei szempontok döntsék már el. Tehát ne az, hogy neked most éppen tövig van bombázva az országod, akkor odaadjuk neked sajnálatból ezt az Eurovíziós díjat. Mert lényegében ez történt. De tudod, mit szoktak egyébként erre mondani? A szánalom szex és szex. De most... Jó, értem amúgy. Érted, persze. Mit mondok, és persze lehet... Most biztos megint meg lesz rólam a vélemény, remélem azért, akik néznek minket, azok... Már tudják. Van egyfelől... Nem, én csak azt remélem, hogy vannak olyan intelligensek, hogy a magyar társadalom többségével ellentétben nem csak az ukrán barát VS Putyin-szopó kettősségbe, fekete-fehérbe tudnak gondolkodni, mint ahogy ez az egész szituáció nem fekete-fehér. Aha, tehát ja. Én nem akarok egyik oldalra se állni az ukrán-orosz konfliktusban, én csak azt mondom, hogy egy zenei vetélkedőt a zene döntsön már el. A zenei produkció. Egyébként meghallgattam direkt ezt a dalt, hát Ukrajnának is van már pápai Jocia. Na ja. Aki a pár évvel ezelőtti Hallom-Hallom-Hallom-Hallom-Hallom című dalt hallotta, nekem egy pár szó végig kellett szenvedni, mert akkor éppen a Komárom-Esztergom megyei hírportálnál dolgoztam, és a pápai Jóci az pedig tatai illetőségű. Kíváncsi vagyok, pápán lakik-e valaki, aki tatai Jocinak hívnak. De ez most mindegy, tehát nekem nagyon sokszor meg kellett hallgatnom ezt a dalt. Főleg mikor vasárnapi ügyeletes voltam és dal volt, mert akkor, ja, még, igen. Akkor még írnom is kellett róla. De mindegy, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy... jó, mondjuk az Eurovízió már kurva régóta nem a izéről szól. Már Conchita óta tudjuk, tehát igazából ebben a sorba tökéletesen beleillik az, hogy uh-huh. most így van. Hát lényegében a média nyomására. Mert valljuk be, azért érez a világ nagy része sajnálatot és szánalmat Ukrajna iránt, mert a fősodratú média azt kelti. Azt az érzést hozza elő belőlük. Manipulál az egész. Nem mondom azt, hogy nem szörnyű, ami ott történik, de itthon meg megy a véglet, tehát tényleg vagy ukrán barát vagy Putyin-szopó, ha Lipsi vagy, akkor csak ukrán barát lehetsz, ha meg fideszes, akkor csak orosz Putyin-szopó, tényleg, tehát olyan basz meg, senkiben nem merül föl, én is megkaptam most. Igen? Persze, hát beírtam, hogy, mert hogy valaki
azt írta, hogy teljesen így van jól. Egyébként eldumáltunk utána az emberrel korrektül, tehát nem volt az anyázásig menő vita. Aha. Csak tényleg az volt, hogy felvetette, hogy szánalom, meg sajnálat, meg ilyenek azok nem férnek bele. Én meg írtam, hogy egy zenei vetélkedő, mint szempontok, a győztes kilétét illetően. Nem. Nekem ennyi a bajom az egésszel. Tehát, hogy... Én tudom, hogy közönségszavazás, persze, de ez megint oda vezethető vissza, hogy a média hosszú évtizedek óta úgy manipulálja a nagy tömegeket, ahogy akarja. Mm-hmm. Mert a nagy tömegeknek semmi más nem számít, csak az, hogy túléljék a napot, bazd meg. Túléljék a napot, a 10-12 órákat a gyárba, vagy valami egyéb munkahelyen, hazamenjenek, megtöcsköljék kétszer az asszonyt, tarkon basszák a gyereket, amiért nem írta meg a házit, belapátolják a vacsorát, szarnak egyet, zuhanyoznak, megnézik este a híradót, meg a barátok között, meg valami valóságsót, és aztán alszanak, és másnap kezdődik előről. Ez a nagy tömeg. És ezeket neveli kurvára a média. Én dolgoztam nekik, tudom, hogy működik ez. Azt látja mindenki, amit láttatni akarnak vele. Ez erről szól. El se tudjátok képzelni. Én se tudnám, hogyha nem dolgoztam volna benne, de ez van. Yeah. A média hype nélkül egész biztos, hogy nem Ukrajna nyerte volna meg ezt az egészet. Valószínű, persze. A zene alapján valószínűleg nem. Jó, nem voltak, tehát tényleg nem az volt, hogy oda mentek, aztán ilyen kajlókat reszeltek volna a fityma-fékükkel, és azt adták volna elő zenének, mert tényleg a zsűri szerint is valami negyedik helyet ért el a dal az ő értékelésük szerint, meg tényleg azért nem volt rossz. Tehát nem egy trágyalé. Nem, csak naponta ezer jön ilyen ki a YouTube-ra. Igen. Lényegében igen. Tényleg, mi magyarok, mi kit küldtünk és hányadikak lettünk? Tehát én annyira nem követtem ezt az egészet, hogy ha valaki megírja, nagyon megköszönjük, hanem az se baj. Tehát figyelj, konkrétan ennyi meg. Kurvára nem a te hibád, ez olyan, mint amikor tőlem megkérdezték érettségén, hogy mi lett a 2006-os cseh választások végeredménye. Mondtam, hogy nem tudom, pontér megy, azt mondták nem pontér, semmi gond, döntetlen lett viszontlátásra. Ez ugyanaz, tehát azért mondom, nem baj, ha nem tudsz róla, ha nem követed, hogy Magyarország már 2 vagy 3 éve nem küldöd arra senkit. Tényleg? Tényleg. Vagy az Eurovízióra, tehát a dalgyőztes az nem. A dal az ledegradálódott egy ilyen kis izévé, ilyen kis belterjes kis lófasszá, hogy a NER művész, a NER-nek a házi művészei kapjanak néhány ízét. Persze. Igen, a következőt biztos, hogy a Tóth Gabi fogja megnyerni. Hát mondjuk meglepődnék, ha nem. Ja. Meg már egy Kossuth Díj is kinéz neki vagy lassan, persze, tehát az azért már hiányzik. Szerintem, hogyha tehetnék, Grammy-re is fölterjesztenék ezt a csajt. Köszönjünk el, mert már... Köszönjük el, 56 percig! Megfőzöm a gépbe, 5-ösön megy alatt a ventilátor, mikor már... Csak szedkedtél, hallod? Nyomasztjuk a ramot, meg nem főz. De hallod, attól, hogy ahhoz, hogy ketté szedjem, attól még egyszer nagyot be kell olvasni. Hát, na az oké, de hát akkor nem kell vele izélni, mert hogyha kicicomázod, már sokkal több mindent kell. De én csak nem cicomázom ki. Ja, így leadod egészbe az egy. Ez jó van. Gyerekek, ez egy vágatlan adás lesz, kész. Itt volt, basszak az elején, az csókolom. Jó van. Na, ennyik voltunk mára, bármihez hozzászólni valótok lenne, az hadd jöjjön ide. Nyugodtan rage-eljetek, nyugodtan bármi, ami eszetekbe jut. Rage-eljetek, így van. Aztán legközelebb megjövünk. És... pénteken találkozunk az analógba. Igen. Akivel. Igen. Akivel. Írjál, iratkozzál, Fak Média. Ciao. Sziasztok.